Szia Gabi Fény! A bibliás Mátyásos látomásod, vagy mi, amit kétszer is láttál, azt te pedig köszi, hogy elmondtad. Ez egy megerősítés volt nekem arra, amit talán ma, lehet, hogy még tegnap gondoltam rá, vagy jött, hogy teljesen más volt a hangulata, hogy így mondjam, a 2000 évvel ezelőtti dolognak. Sokkal gyönyörűbb, meg normálisabb, hogy így mondjam, és tiszta, igaz. Tehát, ami a Bibliában lévő evangéliumokban van, az ugyebár egy nagyon pici részleteket kivettek a történetből, meg az egészet átírták, beleírtak szavakat, megváltoztattak mondatokat, meg hozzáírtak, meg elvettek belőle, meg még a fordítás is torzított rajta durván, mert ugye ahány fordítás, annyi mindenki a kényére, kedvére fordítja. Szóval nagyon gáz az egész dolog, tényleg. Ezen most már tényleg inkább már nevetek, vagy nem tudom már mit csináljak, mert ez tényleg. De meg fogja tudni mindenki az igazságot. Ja, szóval, hogy ezt jó, hogy elmondtad már, és köszi, mert ez megerősített ebben, hogy teljesen más volt, és sokkal normálisabban nézett ki, és sokkal pozitívabb volt, tehát az egész egy pozitív történet igazából. Nem hogy csak pozitív, hanem hát a legcsodálatosabb történet az, amit Jézus itt a Földön időt itt töltött, meg amiket csinált, meg mondott. Tehát ennél nagyobb csodálatos dolgot nem lehetett volna leírni, de hát ugye mit csináltak belőle, hát azt ugye tudod. Épp pont az ellenkező volt a cél, de hát ugye elég nagy bukásuk van most, ugye már hát láthatjuk, hogy mi történik. Ugye hát most lényegében bárhogy fogalmazzuk, vagy nevezzük ezt a dolgot, most van az, amiről beszélt Jézus, hogy második eljövetele, ha úgy tetszik. Tehát, hogy megfordul a kocka. Elsőkből lesznek utolsók, utolsókból elsők, akik ugye az igazságot választják, azoknak az örök élet adatik, hogy így mondjam. És hát ugye ezt nem úgy kell érteni, hogy akkor majd a mennyországban egyszer, hanem itt és most. Mindenki örök életű, csak ugye ők ezt fogják megélni. És a határtalanságot, meg minden, végtelen szeretet, szabadság, stb. Én ezt legalábbis már nagyon látom, hogy ez már egy folyamat, már zajlik. És mindig ezzel vigasztalom magamat, amikor látom, hogy miket csinálnak a negatív oldal, hogy igazából ez tényleg egy ilyen utolsó kis kapálózásaik, mert hatalmas erővel csúsznak le a lejtőn, és ez már egy zajló folyamat, ami megállíthatatlan, sőt egyre gyorsuló folyamat. És ugyanúgy a pozitív emberek, akik a pozitív dolgokat választották és választják, az igazi értékeket, stb. És ezek szerint próbálnak élni egyre biztosabban, stabilabban és elszántabban, ők pedig egyre inkább fentebb kerülnek. Tehát egyre többen megbecsülik őket, és egyre jobban érzik magukat a bőrükben, és mindenben egyre sikeresebbek. És természetesen itt nem azt a nyugati torz sikerképet értem, hanem azt, hogy elérik a céljaikat, hogy boldogok, hogy tényleg igazán valóban boldogságot adó dolgok.
történnek az életükben, és hát ugye egyre inkább ugye szabadulnak fel ezek a különlegesnek nevezett képességek is, hogy ugye egyre többen belelátnak dolgokba, amit nem fizikai szemmel látnak, meg éreznek, meg tudnak hatni, meg stb. Stb. És nem arra gondolok, akik bebeszélik maguknak, hogy most mit tudom én, milyen képességei van, már ilyenekkel én is találkoztam, hanem akik tényleg szkeptikusak, és de bíznak magukban, és kipróbálják, hogy na most érzek valamit, vagy látok valamit, vagy hallok valamit, ami nem fizikai, vagy stb. És akkor kíváncsian keresgélnek, hogy na mi lehet ez. És aztán, ha beigazolódik, akkor ezt legközelebb már jobban bíznak benne, és ezt használják. Se nem görcsölnek rá, se nem erőltetik, se nem mit tudom én, hanem egyszerűen elfogadják, hogy nyílnak ki bizonyos dolgok, képességek, amik természetesek igazából, nem különlegesek. De természetesen azt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez magától nem történik meg, tehát csak azoknál és csak akkor, amikor ezért eleget tettek, és maguknak kinyitották. Tehát egyszerűen kívülről nem lehet senkinek az életét élni, semmit helyette megcsinálni. Segíteni lehet 1%-ot, és pont, és ennyi. Én is rengeteg ilyen 1%-ot kaptam, és 99%-ot vagy hozzátettem, és akkor tényleg történtek pozitív változások az életemben. Nem történtek, hanem én csináltam. Amikor pedig nem tettem hozzá a 99%-ot, akkor már nem történt semmi. És ez mindenkinek ugyanúgy megadatik, vagy hogy mondjam, mindenkinek ugyanúgy segítenek ezekkel az 1%-okkal. Rengeteg lény, és ezt mindenki maga dönti el, hogy mikor, melyik utat választja, hogy is mondjam, a járt utat, amiről tudja, hogy szar, mondjuk ki, vagy pedig a szabadságot, az igazságot, önmagát, valódi önmagát, és minden pillanatban önmaga van mindenféle értelemben, és ha 100-an veszik körül, és 100-an mondják, hogy hülye vagy, meg mit tudom én, meg hogy képzeled, meg stb., ő akkor is azt csinálja, és azt mondja, és azt teszi leginkább, amit igaznak érez. Amit tényleg igaznak érez, és érzi, hogy jó.